Nekem még úgy állt a helyzet, hogy nem tudjuk ma se megtartani, mert vagy olyan terven kapunk, amiben nem térünk be, vagy pedig nincs hangszer, anélkül, hogy még nem találták ki a zongora koncertet. Sokat gondolkoztam, hogy egy pici változtatást kellene a koncerteikkel beletenni a műsorprogramba, mert mindig ugyanazt szerint, a szisztéma szerint hallgatjuk végig a műsorszámokat, a picit kezdik, és aztán torna sorban mindig eljátsza a műsorát. És aztán kipattant az ötlet, hogy ma egy olyan rendszerben fogják a gyereket eljátszani a darabjaikat, hogy húznak sorban. És azt szerint haladunk, most ez az az igazság, hogy már csaltam, ezt most töredelem esetben vallom, mert két csemetének el kell lennie, úgyhogy ők megkapták az első és a második sorszámot, ők fogják kezdeni, illetve Katra Eszter egy kis versikével szeretnék köszönteni az édesanyákat. Orsit megkérem, hogy akkor először mindenki húzzon egy sorszámot. Tulajdonképpen többen javasolták, hogy ugye akkor ez egy tombola is, és lehet a végén, ezt még nem jegyeltem be a programba, de legközelebbre is. Ez egy ötös. 11. Mindenki olyan, hogy szabad, ilyen szeretett volna. Ne,
Mozart Gébor szonáta, Chopin Eszmol Ferdőt és Bartók táncpolgárt is van. Thank you.
Olyan jó